Nagy az izgalom az Árpád iskola 3. B osztályában. Nem csoda, hiszen mindjárt kezdődik a tökfaragás az idei versenyre. Három tököt fogok csinálni, egy kastélyost, és egy cicásat, meg egy boszorkányosat, ami tartja a tököt. Vagy ami tartja ilyen tököt. És te hoztad ezeket a tököket? Apukám hozza majd. És nálatok termet, vagy apukád vásárolta? Vásároltam. Az előkészületek után a tanítónéni elmondja a tudnivalókat. Ilyen nagyon jó ötleteket találjunk ki közösen a szülőkkel, jó? Van, aki hozott már kész ötletet, ugye? Van, aki sablont is hozott, láttam, az ott van. Akkor a szúró vágószer számokat elővehetitek. A nagy vágást a szülők ejtsék, ahogyan szoktuk, jó? És akkor ti pedig a kanállal belezitek, és akkor finomítjátok meg, díszítitek, jó? Végre elindul a munka. A szorgos kis kezek vágnak, faragnak, vájnak. Persze a szülők és a tanítónéni is szemmel tartja a munkát. Akinek nincs ötlete, annak segítenek a kivetített képek. Akad olyan is, aki már kész művet hozott be. Anya és apa segített otthon nekem, és virágos kertet akartunk ezzel csinálni. Ez itt egy pillangó, ez egy virág, tulipán. A sok remek művet hamarosan le is adják a zsűrinek. Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga a győztes darabok kiválasztásakor. A nagy platán alatt már sorakoznak a lámpások. Az érdeklődők is gyülekeznek, alakul a hangulat. A verseny eredményhirdetése előtt az óvodások mutattak be népi játékokat és énekeket. A legkisebbek műsora után a polgármester mond köszöntőt. Tele vannak ezek a töklámpások fantáziával, ötlettel, érdekességgel, újszerűséggel. Benne van a faragóknak az egyénisége. Gratulálok! Gratulálok mindenkinek, aki elhozta ide az általuk készített töklámpásokat. Gratulálok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy Nagyatádon egy ilyen szép, érdekes és különleges program, színfolt létrejöhetett. A délután legjobban várt eseménye természetesen a díjak kiosztása. A nyertesek között vannak bölcsődés, óvodás, iskolás csoportok és családok is. A legkreatívabb alkotások külön díját a már megismert 3. B osztály nyerte el. Nagyon gratulálok ehhez a külön díjhoz. Tessék megmondani, mennyire örültök ennek? Nagyon. Tudjátok, mit jelent az, hogy kreatív külön díj? Ötletes és sokféle. Sokféle. Akkor a sokféle munkák közül meg tudjátok, most be tudjátok mutatni, melyikek a tieitek? A lányok lelkesen mutatják be a saját és osztálytársaik alkotásait. Alig győztük követni őket. A szervezők is nagyon elégedettek az idei rendezvény színvonalával. 2007-ben rendeztük meg először a Nagyatádon a töklámpás kiállítást és versenyt a nagyatádi óvodásoknak, fiataloknak, gyerekeknek és családoknak. Tavaly is rekordot könyvelhettünk el a beadott pályaművek és pályázatok tekintetében. Az idén még ennél is több érkezett, 112 pályázó, 140 alkotásával vett részt ezen a kiállításon. Nem csak az iskolákban és az óvodákban készültek a versenyre, hanem a családokban is. Nem mondhatnám, hogy az ötlet kapásból megszületett. Annyit tudtunk, hogy indulni fogunk a versenyen, most már 4. éve. Aztán szépen lassan valamilyen véletlen forrán a feleségem elkezdett ilyen kis manókat gyártani, ami látható itt a kis asztalunkon. És elterveztük, hogy manóház lesz belőle. Szereztünk egy kis tököt, szépen lassan elkezdtük gyűjtögetni az erdőbe, meg itt a parkon erre-arra különfajta kis alapanyagokat hozzá. Gondoltuk, hogy lesz egy manóházunk manókkal. A terv kibővült, mikor egyik ismerősük a ZZ Top zenekar tagjaihoz hasonlította a manókat. Ezért rockbandához illő gitárok is készültek. Került a manóház udvarára szárítókötél ruhákkal, pad, fűrészbak, asztal és tábortűz is. A látogatók finom sütőtököt is majszolhattak. Volt még itt tea, pattogatott kukorica és a mi szem szájnak ingere. Thank you.
akik kitartottak és ott maradtak a helyszínen sötétedésig, nem bánták meg. A mécsesekkel megvilágított tökfejek igazán különleges hangulatot adtak az estének.